Nem Tolna megyében, sőt még csak nem is Magyarországon, hanem a napfényes Valenciában készültek ezek a felvételek. A kamerát pedig ezúttal nem stábunk és kollégánk, hanem a tolnai ifjúsági fúvószenekar tagjai kezelték. A fiatalok ugyanis 5 napot töltöttek Spanyolországban, 2 éve készültek arra a zenekari versenyre, amire meghívás alapján jutottak be. Nagyon nagy élmény volt kint lenni a Valenciai Operaházban játszani, úgyhogy mindenképpen hatalmas élményeket értünk haza. Különösen nagy kihívás volt a tolnai zenészeknek, hogy kizárólag hazai pályán játszó spanyol együttesekkel mérték összetudásukat. Volt egy kis megilletődöttség azért a zenekar részéről, nagyon sokan nem játszottak még egy ilyen teremben. 1500 fős volt ez a koncertterem, úgyhogy azért volt egy kis félelem, de azt gondolom, hogy így nagyon gyorsan össze tudott rázódni a zenekar a színpadon, és szerintem nagyon jól sikerült. Csütörtöki napon játszottunk, a többi kategória pénteken, szombaton és vasárnap folytatódott, úgyhogy nekünk a csütörtöki nap volt az igazán hasznos vagy fontos. A többi napot város néztünk, illetve kimentünk a strandra, kicsit körülnéztünk Valenciában. A nagy utazás előtt többször is forgattunk a fiatalokkal. A próbák alatt számomra meglepő módon, pedig ők nem is annyira a közelgő fellépés miatt izgultak. Ugye repülővel megyünk, én még sose repültem. Életem első repülése lesz. Az utolsó próbán beszélgettünk kicsit a zenekarról, hogy miket várnak majd ettől az egész utazástól, és többen egyébként a repüléstől tartottak a leginkább, nem is a versenytől. Hát én pont úgy kaptam az ülőhelyet a repülőn, hogy elől ültem, úgyhogy így nézegettem hátrafelé, hogy mik a reakciók, de szerencsére mindenki azért ügyesen vett ezt az akadályt. A tolnai zenészek 2017-ben egyszer már jártak együtt Prágában. A valenciai tehát a második közös nemzetközi fellépésük volt, de már most a harmadikra készülnek. Én azt gondolom, hogy ez hosszú távon hasznos mindenképpen, tehát hogy a felkészülés alatt rengeteget fejlődött a zenekar, olyan visszajelzéseket kaptunk itthoni és külföldi szaktekintélyektől, ami nagyon-nagyon pozitív volt, és megerősített abban minket, hogy jó úton járunk. A verseny előtt sikerült felvennem a kapcsolatot Oscar Navarroval, aki egy Grammy-díjas zeneszerző és karmester. Játszottuk már darabját is egy másik zenekarral, és hát ő nekem egy ilyen, hogy mondjam, egy ikon, és nagyon pozitívan értékelt az együttes munkáját, elküldtem neki a verseny felvételét, szeretettel gratulált. Ha már az elismerő szavakról beszélünk, akkor nem mehetünk el a tény mellett, hogy az IFZ tagjai hamarosan egy nemzetközi hírű zeneszerzővel kezdhetnek közös munkába. A verseny után megkeresett egy spanyol karmester, zeneszerző, André Álvarez, aki hát szeretne velünk egy közös munkát létrehozni, méghozzá egy magyar ihletésű darabot fog nekünk írni. Nem nehéz kitalálni, hogy a magyar ihletésű műnek bizony várhatóan Tolna megyéhez, azon belül is Tolna városához lesz majd köze. Egészen pontosan a mostani verzió szerint az alkotás egy helyi legendát dolgoz fel. Nem még hozzá sárgalábú történetet, úgyhogy valószínűleg meg fog születni az első tolnai ihletésű fúvószenekari mű. Hallott minket a versenyen, és utána ő megkeresett engem, hogy hát nagyon tetszett neki a zenekar, és rám írt így Facebookon, hogy akkor csináljunk valamit együtt. És hát én meg nagyon szeretem az ilyenfajta felkéréseket, és természetesen nagy örömmel teszünk eleget. Valahol ez ilyen átjutkolt
szándék is volt, hogy nem feltétlenül itt a verseny eredmény a lényeg, hanem az, hogy ilyen impulzusok, ilyen kapcsolatok épüljenek, és hosszú távon azt gondolom, hogy ez mindenképpen arra jó, hogy fejlődjön az együttes. Az biztos, hogy 2023-ban majd fog Magyarországra jönni, szeretettel várjuk ide. Bár még csak néhány napja értek haza Spanyolországból, már most a következő nemzetközi fellépésre készülnek a fiatalok, addig pedig itthoni próbákkal és fellépésekkel hangolódnak. Most lesz egy pár fellépésünk itt a környéken, ugye augusztus 13-án lesz a Tolnai Bárka Fesztivál, augusztus 20-án megyünk Rácsalmásra, és hát a következő nagy projekt az nemrég fogalmazódott meg, miszerint Olaszországba szeretnénk kimenni március végén, a Gardató mellett Rivada Gárdában rendeznek egy fúvózenekari versenyt, úgyhogy hát most ez a következő álmunk. Spanyolország után tehát a tervek szerint jövőre irány Itália, mi pedig addig is eredményes felkészülést kívánunk a fúvózenekar tagjainak.